Szevasztok, gyelekúk! Köszöntelek titeket a Szevasztok, gyelekúk következő epizódjában. Rikári vlog. Már jó pár napja nem volt vlog, bár igaz, hogy szoktam nagyobb kihagyásokat is tartani. De most ide leültem ide a járműjavító mellé, ott az orvosi rendelő. Itt a játszótér, két C-vel. Tehát a játszótér. És ott a fák mögött, ott a fafaragásos szobor mögött, amit egyébként meg is nézhetünk. Ott van a járműjavító főbejárata, és hát most akkor egy kicsit vlogolunk. Igyekszem sűrűbben vlogolni, mert azért a vlogot azt elég könnyű fölvenni. Amúgy a sima, rendes videózásban ezt a tempót, amit most csinálok, ezt úgy érzem, hogy nem tudom fenntartani. Lányi Ferenc tehát ábrázolja ez a kis ilyen, látjátok, ilyen vasutas, szárnyas kerekes és valamilyen keresztény dolog, mert ott van rajta a kereszt is. Hát megmondom őszintén, nem tudom, hogy ki volt ő, erre nem készültem, de majd később esetleg visszatérhetünk rá. Na, Igen. Hát nem biztos, hogy fönn tudom tartani ezt a tempót, mert most fölbuzdultam ezen, hogy most elkezdtétek nagyon szépen nézegetni a videóimat, és próbáltam több videót kitenni, de nem biztos, hogy fogom ebben a formában tudni ezt a tempót diktálni magamnak, úgyhogy hát most be van készítve egy vlog, egy vasak a falban rész, amit múlt hét, vagy a héten fölvettem, de egy a múltkorinál érdekesebb, tehát közlekedési témájú vasak a falban rész, de ma például olyan fáradt voltam, hogy nem volt erőm megcsinálni. És most a nagyinál vagyok, most ez most ma nem is fogom szerintem. Aztán arra gondoltam, hogy mi lenne, ha ilyen kis kurta vlogokat csinálnék, amik legalább heti egy ki tudna menni, és aztán a maradék azokat viszonylag gyorsan össze lehet vágni. Most el is kezdtem rá témákat gyűjteni, úgyhogy összeírtam már 30 valamennyit. Úgyhogy lehet, hogy ez lesz ám a koncepció, hogy kurta vlogokat fogok legalább heti egyet föltenni, és akkor mellette, meg amennyi kapacitásom van, vágom a komolyabb videókat. Mert az az igazság, hogy nem szeretem összecsapni, tehát így is van néhány olyan, ahol úgy voltam vele, hogy hát egy kicsit sietünk vele, hogy akkor ki tudjon menni másnapra, vagy aznapra, vagy izé, de megmondom őszintén, ezt a tempót nem szeretem, ezt a tempót ugye épp elég a tempó, amit a munka diktál, úgyhogy épp elég ott időre, meg határidőkre dolgozni, én nem szeretném a hobbimat így csinálni, úgyhogy lehet, hogy ez lesz a megoldás a kurta vlogok egyébként, hogyha ez tetszik nektek, meg esetleg van olyan téma, ami nekem is útba eshet, és szeretnétek róla hallani, ilyen egy-két percben, akkor azt írjátok meg nyugodtan. Aztán majd igyekszem a vlogokat is úgy rendszeresen csinálni, de azt se kapcsolom be akkor, amikor nem tudom, hogy tartsam a helyzet, mert feltámadt a szél, tehát amikor úgy nincs különösebb témám, meg nincs miről beszélni, még ilyen szolgálati közlemény jellegű se, tehát csak azért, hogy így bele hümmögjek a kamerába, annak nem látom értelmét. Egyébként itt vannak a szép kis meseházak, például lehetne ez az egyik vlog téma, hogy ezekről néhány vágóképet fölvennék. Mondjuk volt már olyan videó, amiben ezek szerepeltek, de mondjuk ez sem annyira közlekedési, tehát szerintem ezt sem néznétek meg annyian. Ugye leginkább a közlekedésre gerjed idézőjelben a közönségem, ezt már észrevettem. Meg ugye az olyan videókban, olyan videókat nézitek többen, meg olyanokat úgy vettem észre, hogy azokat szeretitek jobban, amiben arccal vagyok. Hát lehet, hogy ezt tudomásul kell vennem. Gondoltam olyanra, hogy esetleg ne ez legyen a koncepció, hogy kicsit ilyen doksi filmesebb, narráltabb, bizébb, de az tényleg kicsit mesterkéltebb, meg azt még gyakorolni kell, tehát egy-két videóban azért már előfordult, hogy ilyen otthoni körülmények között felvett, utólag felvett szöveget megírt,
vagy hát részben spontán így felvett, több részletben esetleg felvett szöveget raktam alá. De lehet, hogy az egy kicsit ilyen fölolvasósabb jellegűnek tűnik, tehát nem tudom, ezt majd még meglátjuk, meg a ti véleményeteket is várom róla. Aztán megy itten a másik téma, hogy megy a nosztalgia meg a retro szezon a budapesti utcákon. Ma ugye N19-es nosztalgia villamos volt, a 2624-es acélvázas kéttengelyes kocsi, illetve volt, illetve van is még most, amikor ezt felveszem, retro trolibusz, annak egyébként én csináltam a menetrendjét, zárójel bezárva. Holnap pedig, és arra lehet, hogy kinézek, mert lesz dolgom bent a városban, holnap pedig nosztalgia busz lesz az Icarus 60-as frankó kis régi, ugye 50-es évekbeli autóbusz, hát idén azt hiszem 70 éves, igen, mert 52-ben gyártották tudtommal azt a kocsit, vagy talán vagy 52-től gyártották a típust pontosan, úgyhogy azt lehet, hogy azért megnézzük így futólag. Utazni nem hiszem, hogy utazom bele, mert lesz dolgom, úgyhogy szerintem csak fölveszem egy kicsit, hogy érkezik, meg indul, meg esetleg, hogyha egy-két vágóképet, meg kurta vlogot, meg ilyeneket. Úgyhogy ilyen terveim vannak, úgyhogy oda én ki fogok menni, így futólag. Aztán a többit majd meglátjuk, hogy milyen témákra tudok rámenni, mert azért elég sok itt az elfoglaltság, itt ilyen lakásrekonstrukciótól kezdve, ugye munka is van bőven, úgyhogy nagyinál is sokat vagyok, úgyhogy van itt elfoglaltság bőven, de azért megpróbálom úgy alakítani, hogy egy ilyen valamilyen szintű rendszeres videózás maradjon, tehát azért legyen hetente 1-2-3 vlog itt a vlog csatornára, meg legyen hetente 1-2-3 videó, hát a 3 az már nem hiszem. Van egy olyan ötletem, hogy ha tudnék gyorsan csinálni kurta vlogokat, meg esetleg ilyen rövid spottingokat, és azokat így beidőzíteném, az megadná a heti 1-2 videót, és akkor mellé, meg amikor van időm, tudnék csinálni 1-2 hetente egy nagyobb projektet. Úgyhogy valahogy ezt megpróbálom egyszer utolérni magam így a magán tevékenységeim, meg a videózás kapcsán, és akkor lehet, hogyha lenne 1-2 így előre csinálva, ilyen kis rövid, amit gyorsan lehet vágni, akkor utána maradna időm precízen megvágni a nagyobb projekteket. Na, ezek a tervek. Na, aztán mit szóltok hozzá? Az egyik kérdésem, hogy mit szóltok hozzá, a nagy vita kerekedett az autómentes rakpartról. Ugye most felvetődött már az utóbbi időben, hogy egy következő ütemben a pesti rakpart az gyakorlatilag nem 100%-ban autómentessé válna, de egy rövid szakasza, azt hiszem ezt a csatornázást, ha folytatják, ami miatt ugye le volt zárva sokáig, itt hónapokig a rakpart, akkor az lenne ennek az utolsó üteme, azt hiszem, és akkor egy középső részét a rakpartnak lezárnák végleg az autóforgalom elől, ami azért lenne jó, mert tulajdonképpen minden pontja a városnak továbbra is megközelíthető lenne gépkocsival, akár a rakparton keresztül is, tehát nem szűnne meg teljesen az autóforgalom, viszont az átmenő forgalom az teljes mértékben megszűnne. Hát ebből nagyon nagy felháborodás lett, van is fönn ilyen kérdőív, azt hiszem a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara csinált egy ilyen kérdőívet, hogy ki lehet tölteni. Hát én kitöltöttem, hogy én szeretném az autómentes rakpartot, holott nem olyan régen még én is autóztam, meg lehet, hogy fogok is, de annak tényleg nem vagyok híve, hogy a belvároson egy ilyen értékes, egy világörökségi helyszínen keresztül, gyakorlatilag egy gyalogosan alig megközelíthető, egy nagyforgalmú úton keresztül megközelíthető Dunapart legyen, hanem tényleg egy ilyen gyalogos barát, kisforgalmú, forgalomcsillapított terület. Hát ha ez megvalósulna, ugye, hogy
hogy északról is, délről is be lehetne menni, hogy a, ugye célforgalomban ugye a belső kerületeknek, főleg az ötödiknek ezek a részei megközelíthetők legyenek, akkor gyakorlatilag az elérés is, tehát a terület elérése sem szűnne meg, tehát akinek ott van dolga, azt tényleg be tudna menni autóval, akár milyen okból kifolyólag szállítani kell, olyan emberrel megy, aki esetleg, akit autóval kell vinni, mert nehezebben mozog, vagy éppen ő úgy dönt, hogy ő neki megéri a drága parkolást, meg amit tudom én mit kifizetni, ez teljesen mindegy, ez magánügy, hogy ki miért autózik, viszont az átmenő forgalom, ami ugye jelentős az alsó rakparton, az megszűnne, és az áttevődne máshova. Hát ez célszerűen nem tud más lenni, mint a Hungária körút. Egyébként az az észak-déli összekötetés, amit nyújt ez az alsó rakpart, és amit gyakorlatilag összeköt, ott ezt egyszer megnéztem a Google térképen, lemérettem ugye a távolságot, hogy mennyi a alsó rakparton keresztül, meg a Hungárián keresztül, és gyakorlatilag ugye értelmezhető összeköttetést mármint ami átmenő forgalomba, az gyakorlatilag egy Árpád híd, vagyis hát Göncz Árpád városközpont közvágó híd vonal, és ott valami néhány száz méter volt a távolság különbség a Hungária körúton, vagy az alsó rakparton. Tehát ugye az alsó rakparton is vissza kell menni ugye a Váci útra, vagy hát föl a hídra, attól függ, hogy hova közlekedik az ember. Tehát néhány száz méter a különbség, tehát nincs számottevő. Sokan azt mondják, mert ránéznek a térképre, de ugye a Duna vonala is így, hát most ha nektek mutatom, ilyen a Hungária körút, tehát a könyves Hungária, Robert Károly, az meg ilyen. Tehát kerülőnek látszik első ránézésre, de gyakorlatilag a Duna vonalán sem egyenes, tehát tényleg szinte ugyanaz valami, 9,5 kilométer, szinte ugyanaz, talán 200 méter volt a különbség, nem vagyok benne biztos, de mondom, ezt leellenőrizhetitek, ezt lemértem. Úgyhogy én igenis annak a híve vagyok, főleg ha majd én is beköltözök egyszer újra a városba, akkor annak a híve leszek, hogy tudjak ott korzózni a Dunaparton, és ne ilyen éppen, hogy elférek a Dunapart meg az autók között. Tehát az a... Most már az északi rész, amit átadtak, az egész kellemes lett, ott fákat ültettek, meg mit tudom én, de hát ugye az autóforgalom rajta van, tehát úgy még nem az igazi. Tehát hogyha itt ilyen mérsékelt forgalom lenne, sokkal jobb lenne. Na, ez az én véleményem, kíváncsi vagyok a tiétekre is. Aztán még egy ilyen közlekedési érdekesség, hogy azt hiszem a BKK Facebookjáról, vagy honlapjáról érhető el, mert azt hiszem a BKK tartja ezt a ilyen társadalmi egyeztetés félét, hogy a... Na, merül a... Ez a cucc, hogy a Aquincumi Dunahídról lehet véleményt nyilvánítani, hogy milyen legyen, hogy milyen autóforgalom legyen rajta, milyen, hogy hívják. Hát én úgy láttam, hogy a kötött pályáról nincs szó, illetve hát kötött pályának ott van mellette a vasúti vonal, ugye az esztergomi vonal, de hogy villamos vagy ilyesmi, arról nincs szó. Hát ugye az északi részen nem nagyon van villamos, hát a 14-es, 12-es, ami ezzel, hogy a többi villamos, ott az Árpád út, meg ezek megszűntek, és hát tudomásom szerint nincs is középtávon se, de talán hosszú távon se, hogy ide valaha is épüljön. Egyébként én el tudnék képzelni egy ilyen Óbuda-Újpest viszonylatot, vagy egy Óbuda-Békás, vagy egy Újpest-Békás-Megyer viszonylatot, vagy akár tovább Újpalota felé, tehát 96-os buszt kiváltani, hogyha így Billybe lóg a kezem, és túl, és így messzire gondolok, akkor ez, de hát valószínű, hogy ennek nem nagy realitása van, tehát amúgy az én asszalom a hálózat tervezés, de hát gondolkodni meg ezével lehet, tehát hogyha a külső kerületek között lenne nagyobb kapacitású kapcsolat, az biztos nem lenne rossz, de egyébként valószínű egy csuklós busz is elbírná ezt a forgalmat, tehát hogy buszsáv legyen, azt én mindenképpen támogatom, de egészen érdekes, hogy ott is van már olyan verzió, hogy gyakorlatilag csak tömegközlekedés és kerékpárút és gyalogos forgalom legyen. Ez mondjuk, én tudjátok, hogy nem vagyok autópárti, már így a városi autózásnak a pártján, viszont
Viszont a, szerintem ezeknek a külső kerületnek az összeköttetésére szükség van legalább kétszer egy sávon. Tehát én azt mondanám egyébként, hogy legyen kétszer két sáv, de abból az egyik a busz, és legyen normális széles kerékpárút, mert azért ami most van ott, a, ezért az, ott elég para, amikor jönnek szembe. Oké, el lehet férni, de azért ott a Duna mellett, ott a, én is kicsit tériszonyos vagyok, elég para ott átbiciklizni, úgyhogy... Úgyhogy jó lenne, ha ott egy olyan kényelmesebb kerékpárút létesülne, hát a vasúti hídnak a járdáján, meg akkor lehetne sétálgatni kényelmesen, mert az is gond, hogy ott ugye a gyalogosok meg a kerékpárosok kerülgetik egymást. Na hát én így képzelem el, de valami négy változatra lehet szavazni, úgyhogy szavazzatok, ha nem felejtem el, mire föltöltöm a videót, akkor be is dobom ide a linket. No, hát ilyen történetek vannak. Várom a Kurta Vlog ötleteket, meg a véleményeket az ilyen videózási terveimről. Aztán igyekszem dinamikusan készíteni nektek a tartalmat, de nem akarok átmenni gyártásba, tehát ez nekem a hobbim, úgyhogy nem akarom úgy csinálni, mint a hivatást, tehát ez maradjon hobbi. Ja, meg olyan izé is van, hogy olyanra is gondoltam, egyébként egyszer ezt megcsináltam, de aztán nem lett belőle videó vágva, hogy itt kívül körbe mennék a járműjavítón, és akkor beszélnénk egy kicsit a járműjavítóról, a történetéről, meg ilyenek, de az mondjuk nem Kurta Vlog, az nagy videó, és akkor kintről egy csomó minden látszik. Egyszer körbe mentem még a Covid alatt, vagy a Covid lezárás környékén, vagy éppen a Covid nyitás utáni időszakban, és akkor például még ilyen kisszek, leponyvázott kisszek voltak az udvaron, meg arról vannak snittek, úgyhogy lehet, hogy ilyet majd egyszer csinálok, úgyhogy ha ilyenre van igény, akkor ezt is írjátok le. Meg hogy a Rikári természetes élőhelyéről, itt a meseházakról, ahogy Bence mondaná, Rikári természetes élőhelye, itt a meseházakról csinálja-e egy kis videót, mondjuk azt tudom, hogy nem lesz túl népszerű, meg ilyenek. Ja, meg ne olyanokat mondjatok, hogy menjek el Kurta Vlogot fölvenni mondjuk Nagykanizsára, mert azt majd ha arra fele járok, akkor lehet, de nyilván azért nem fogok utazni fél napot, hogy egy-két perces Kurta Vlogot fölvegyek, tehát ennek pont az lenne a célja. Egyébként mondom, fölírtam vagy 30-40 témát, hogy amiket viszonylag könnyen meg tudok csinálni, tehát így a dolgos hétköznapok között is könnyen össze tudom dobni, és nem kell éjfélig ülni a gép előtt, meg múltkor is valamelyiknél, amikor fél egyfele kerültem ágyba, mire föltöltöttem, indexképet csináltam, tehát azért az úgy egy kicsit fárasztó a hétköznapokban. Na jó, van, köszönöm, hogy ezt a hosszú ömlengést, vagy mi ez, ilyen agymenést is megnéztétek. Megyek a dolgomra, aztán majd még jelentkezem. Sziasztok! Csüssz!